migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Finnország, Románia és Szerbia. Finnországgal kezdünk. Helsinkiben folytatódik az a bírósági tárgyalás, amelynek vádlottjai egy migrációs hátterűekből álló banda tagjai. Ez az első alkalom, hogy migráns bandák tagjai ülnek a vádlottak padján Finnországban. A klán tagjait első fokon már több éves börtönbüntetéssel sújtotta a bíróság. A részletekért most Cser Attilához kapcsolunk a finn fővárosba. Attila, milyen részleteket lehet tudni az ügyről, illetve mi lehet a jelentősége hosszabb távon az ítéletnek? Köszöntök mindenkit! Az, hogy a felleviteli bíróság hétfőn elindította a tárgyalást a két elítélt bandavezér ügyében, az egyikük 22, a másik 26 éves, egyikük egyébként egy népszerű rap zenész is, tehát nagyon nagy hallgatósággal rendelkezik, mondjuk úgy, hogy influencer volt, mert ugye most már a fogvatartása miatt befejezte működését. Ha ezekben az ítéletekben, vagy ezekben az ügyekben tényleges ítélet születik, 9, illetve 10 éves szabadságvesztéssel, börtönbüntetéssel sújthatóak ezek a férfiak, akkor az azt jelenti, hogy a bíróság elindított egy olyan folyamatot, amelyre korábban nem volt példa. A két férfi tagadja bűnösségét, de valójában a rendőrség információ szerint egy migrációs hátterű bandaháború csoportjainak a lekapcsolása történt a helsinki, illetve espoo-i területekről. Lövöldöző és gyilkossági kísérlet, kábítószer kereskedelem, minden, ami kriminalisztikában felelhető szinte, az alvilággal kapcsolatban felelhető szinte a bandák hatáskörébe tartozott. Lényeges jelenség, hogy a finn politikusok attól tartanak, hogy Finnország, ha a migráció nincs korlátozva, akkor Svédország példáját követheti az alvilág átalakulásában, az észak-európai, illetve a skandináv születésű emberek helyére a migrációval érkezett második generációs fiatalok léphetnek, akik egyébként sokkal kegyetlenebbek, mint a korábbi alvilági bűnözők. Nem egy finn politikus már kijelentette, hogy már most gond van például az iskolákban, a fiatalok között, különösen a migrációs hátterű iskolákban nagyon komoly veszekedések vannak, késsel rendezik el a problémáikat, délutánonként a Helsinki belvárosába, illetve a migrációs területek belvárosába összecsapások vannak, megy az állandó vita a területek feletti uralom érdekében. A finn rendőrség egy pillanatig úgy érezhető volt, hogy a finn rendőrség sikeresen lépett föl a bandaháborúk elkövetővel kapcsolatban, de ha a migrációs folyamat, a migrációs beáramlás folytatódik, akkor egyre inkább kicsúszik a hatóságok kezéből a kontroll. Egyre fiatalabbak, tizenévesek vesznek már részt ebbe a működésekbe, és a szociális hivataloknak egyre több munkája van itt a főváros területén a migrációs hátterűek. Ez egyértelműen egyébként a párhuzamos társadalom kialakulásához vezet, mondta egy finn politikus Jussi Halla-aho, aki arra figyelmeztetett, hogy azokat az embereket, akiket nem tudnak integrálni, és a finn társadalom, a finn jóléti társadalom pénzein élnek, azok a saját országaikba kialakított viszonyokat fogják majd meghonosítani a befogadó országba, ez pedig a befogadó társadalmakra rendkívül veszélyes, a közbiztonságot veszélyezteti, és a párhuzamos társadalom a legutolsó, amit az észak-európai politikusok szeretnének, hiszen a svédek példájából kiindulva ez egyértelműen katasztrófához és közbiztonsági borzalmakhoz vezet az utcákon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Romániával folytatjuk, ahol a napokban több migránsból lett embercsempész ellen emeltek vádat a Temes megyei ügyészek. Kettőt közülük nem csak a migránsok illegális külföldre szöktetéséért, hanem egy általuk fogva tartott migráns haláláért is felelősségre vonnak. A további részletekért Marosvásárhelyre
kapcsolunk Baranyi Lászlóhoz. Nos, mit lehet tudni, hogyan vesztette életét az embercsempészek fogságából menekülő migráns, bevándorló, és milyen más ügyekben zárták még le a nyomozást a temesvári hatóságok? Jó reggelt kívánok! A Temes megyei ügyészség tegnap közölte, hogy bíróság elé állította azt a két pakisztáni embercsempészt, akiket egyebek mellett egy általuk erőszakkal fogvatartott migráns haláláért is felelősségre vonnak. A két férfit, akik maguk is illegálisan érkeztek Romániába, még tavaly augusztusban helyezte előzetes letartóztatásba a Temes megyei törvényszék. A pakisztániak akkor két srilankai vendégmunkás környékeztek meg azzal az ígérettel, hogy egy teherautó raktárébe rejtve átjuttatják őket a román-magyar határon. Csak hogy amikor Temesváron elszállásolták őket egy városszéli panellakásban, az embercsempészek már több pénzt akartak és túszulejtették a két vendégmunkást. A vádhatóság szerint fejenként 5000 eurót követeltek már a migránsoktól, szájukat betömték, megkötözték és ütlegelték őket. Mindenről videófelvételt is készítettek, amelyet elküldtek a sri lankaiak hozzátartozóinak. Amikor magukra maradtak, a két túszulejtett migráns kötelet sodort a lakásban talált textilekből, és az ablakon kimászva próbált az 5. emeleti lakásból elmenekülni. Egyikük épségben le is jutott a földszintre, de a másik súlya alatt az improvizált kötél elszakadt, ő lezuhant és szörnyet halt. Az ügyben most kezdődik a büntetőper a Temes megyei törvényszéken, ahol többrendbeli embercsempészésért és az áldozat halálát okozó személyi szabadságtól való megfosztásért vonják felelősségre a két pakisztáni embercsempészt. Ez az eset csak annyiban kirívó, hogy a migránsok által elkövetett bűncselekmények halálos áldozatot is követeltek. De arra már évek óta panaszkodnak a helyi hatóságok, hogy a magyar-román-szerb hármas határ térségében található Temesvár az illegális migráció gócpontjává vált Romániában. Az is bevett gyakorlatnak tűnik, hogy az embercsempészek erőszakos módszerekkel próbálnak minél több pénzt kisajtolni az ide összegyűjtött migránsokból, meg az is jellemző, hogy sokszor maguk az embercsempészek is illegális bevándorlók. A héten egy másik temesvári bűnügyben is befejeződött a nyomozás. A vádhatóság nem pontosította ugyan a fővádlott nemzetiségét, csak annyit közölt, hogy az illető Szerbiából szökött át Romániába 2022 nyarán, tavaly ősszel pedig egy bűntársával együtt 18 távol-keleti vendégmunkást ejtett túszul és bántalmazott egy temesvári szálláshelyen. A rajtaütés során a két gyanúsítottnál 3 sűrített levegős pisztolyt, 2 elektromos sokkolót, egy teleszkopos viparát és több könyvgásprét találtak a rendőrök. Ezekkel a fehér fegyverekkel próbálták az eredeti megállapodáshoz képest több pénzt kiverni a 18 pakisztáni, indiai és srilankai migránsból, akiknek ugye azt ígérték, hogy átjuttatják őket a magyar-román határon. Ebben az ügyben szerdán kezdődött a tárgyalás. Körképünket Szerbiával zárjuk. Tavaly több mint 100 000 migráns haladt át Szerbián, erről számolt be a szerb menekültügyi főbiztosság. Az országban jelenleg 18 befogadó központ működik, ezekben csak nem 3000 regisztrált migráns tartózkodik. Belgrádban az elmúlt hónapokban a rendőrségi razziáknak köszönhetően jelentősen csökkent az illegális bevándorlók jelenléte az utcákon. Az újabb csoportok érkezése ugyanakkor nem szűnt meg. Kapcsolunk most a szerb fővárosba Pető Attilához a részletekért. Nos, mi tapasztalható Belgrádban, merre mozognak az illegális bevándorlók, és a hatóságok mit tesznek a migránsok beáramlásának megfékezése érdekében? Jó reggelt kívánok! Egészen pontosan 107-108 ezer regisztrált illegális bevándorlóról számolt be a menekültügyi főbiztosság. És itt ki kell hangsúlyozni, hogy azokról az illegális bevándorlókról van szó, akiket nyilvántartásba vettek. Tehát továbbra is a számok, a valós számok azok jóval magasabbak lehetnek, illetve egészen biztosan azok, mivel hogy a legtöbb migráns az igyekszik elkerülni azt, hogy nyilvántartásba vegyék őket, illetve hogy regisztrálják azt, hogy áthaladtak Szerbián. Ez a szám egyébként nagyjából 12%-kal kisebb, mint a 2022-es évre vonatkozó adatok. És ez elsősorban egyrészt annak köszönhető, hogy tavaly ősszel a szerb belügyminisztérium erőteljes, intenzív akciókba, razziákba kezdett Szerbia egész területén. Főleg a szerb-magyar határ közelében, ahol komoly összecsapásokra került már sor a migránsok, illetve az embercsempész bandák között, de egész Szerbiára kiterjesztették ezeket a razziákat, és egyrészt begyűjtötték folyamatosan azokat,
azokat az illegális bevándorlókat, akik úgymond bujkáltak a befogadó központok elől, akik csak átmenetileg tartózkodtak például a parkokban és egyéb más szabadtéri helyszíneken, például az utcákon. Tehát a jelen pillanatban egyrészt a rendőrségi akcióknak, másrészt pedig az időjárási viszonyoknak is köszönhetően kevesebb migránssal lehet találkozni, például Belgrád utcáin is. A befogadó központok körül ugyanakkor továbbra is látni a mozgást. Nagyport kavart egy szír származású férfi esete, akit nagyjából 2 hónappal ezelőtt tartóztatott le a rendőrség. Ez a férfi már évek óta itt élt Szerbiában, és fordítóként dolgozott, sok esetben a rendőrséggel és a bírósággal is együttműködött, és emellett párhuzamosan az embercsempészekkel is úgymond elkezdett dolgozni, elkezdett együttműködni. Sok esetben kiderült az is, hogy például bizonyítékokat hamisított meg annak érdekében, hogy az embercsempészek tovább tudják folytatni a tevékenységeiket. Tehát egyre több ilyen esetre is fény derül. A rendőrség igyekszik, a felbelügyminisztérium minél több olyan embercsempész bandát úgymond előállítani, felfedezni őket, hogy hol működnek, merre működnek és hogyan működnek, annak érdekében, hogy megfékezzék tehát továbbra is az illegális bevándorlók beáramlását Szerbiába. Ezt azonban egészen nem tudják megfékezni, ugyanis, illetve a jelek arra mutatnak, hogy az illegális bevándorlók, miután a szerb-magyar határon elkezdődtek ezek az erőteljesebb razziák, elkezdtek egy új útvonalban, egy régi új útvonalban gondolkodni, és most már Bosznia-Hercegovina felé irányítják tehát az embercsempészek úgymond a migráns csoportokat, és onnan pedig Horvátországba szeretnének bejutni. Továbbra is tehát a rendőrség dolgozik azon, hogy megfékezze az illegális bevándorlók beáramlását, azonban várható az, tehát fel van készülve, a menekültügyi főbiztosság is jelezte azt, hogy fel vannak készülve arra, hogy tavasszal ismét egy nagyobb beáramlás, egy nagyobb csoportok érkezésére kell számítani majd itt Szerbiában. Mai migrációs körképünkben tehát Finnországból, Romániából és Szerbiából hallhattuk a legfrissebbeket. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük.